Szerda este, kicsivel 8 óra után érkezett az Oktatási Hivatal értesítése a felsőoktatásban tovább tanulni vágyó diákoknak a 2024-es felvételi eljárásról. Voltak olyan felvételizők, akiket nem értesítettek telefonos üzenet formájában, azonban ezeknek a jelentkezőknek sem kellett aggódnia, mivel ahogy az Oktatási Hivatal e-mailben jelezte, nem ez a hivatalos értesítési forma, az elfelvételiben személyre szabottan tudta mindenki megtekinteni végleges eredményeit. A felvételi eljárás is változott a tavalyi évhez képest. Ebben az évben nagyobb szabadságot kaptak az egyetemek, ugyanis 200-200 pontot a tanulmányi és érettségi eredmények alapján, 100 pontot pedig az intézményi pontok, korábban többletpontok adták az 500-ból. Nyilván a felvételizőnek ezt nehéz volt átlátnia, hogy akkor melyik jelentkezési helyén mire jár pont, és ezeknek a pontoknak a rögzítése is egy kicsit megcsúszott, de bízom benne, hogy mindenkinek rendben, aztán a cél időpontra rendben a felvételi pontszámai meglettek. A másik, hogy minden egyetem maga döntötte el, hogy meghatároz-e minimum pontszámot, és szeretne emelt szintű érettségit, hogy legyen a felvételizőknek. Az Óbudai Egyetem alapszakjain kellett emelt szintű érettségi, és meg is határoztunk szakonként eltérően minimum pontszámot, amivel ide be lehetett kerülni. Székesfehérváron és az országban is népszerű volt az Óbudai Egyetem alba régi akara, mintegy 338 tanuló nyert felvételt. Az intézménynél a tavalyi évhez képest 23%-kal nőtt a felvett diákok aránya. A Kodolányi János Egyetem székesfehérvári képzési helyszínén közel 400 hallgató kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Vizi László Tamás megbízott rektor szerint ez a szám és az elmúlt évek eredményei jól mutatják a helyben való tanulás népszerűségét, amely jóval költséghatékonyabb és egyszerűbb megoldást jelenthet a diploma megszerzésére. A székesfehérvári képzéseinkre is nagyon magas volt a jelentkezés, és azt látom, hogy erősödik a kodolányi székesfehérvári nappali is jelenléte, ami azt gondolom, hogy megfelelő bizakodásra ad okot, illetve a munkaerőpiac igényeinek megfelelő képzéseket tudunk indítani. Azok a diákok sem tétlenkedhetnek sokáig, akik a kiválasztott egyetem vagy egyetemek szeptemberi képzésére nem kerültek be, hiszen hamarosan kezdetét veszi a pótfelvételi eljárás. Többek között az Óbudai Egyetem alba régi akarának több szakára is beadhatják jelentkezésüket a felsőoktatásba tanulni vágyók. Az Óbudai Egyetem alba régi akarán 6 alapszakunk van, van egy felsőoktatási szakképzésünk és 4 mesterszakunk, és mindegyik szakra lehet pótfelvételivel is jelentkezni, de a pótfelvételinél a ponthatárok már adottak, tehát az a ponthatár, ami most látható a felvin, és minden szakra lehet még egy pár főt felvennünk. A pótfelvételin az egyetemek általában önköltséges képzéseket hirdetnek meg, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján akár néhány állami ösztöndíjas szakot, férőhelyet is találhatnak a felvételizők. A tovább tanulni vágyók július 30 és augusztus 7-e között jelentkezhetnek az általuk kiválasztott szakokra.